Az ősi kivételes lovas kultúrával rendelkező Kiskunhalason került sor, a Hírling József Lovas és Szabadidő Központban található Kincsemház kultúrtér új épületének ünnepélyes átadójára. A szeptember 11-én tartott átadó ünnepségre meghívást kapott Budai Gyula miniszteri biztos, Bányai Gábor országgyűlési képviselő, valamint intézetünk főigazgatója Horváth Lugosi Gábor. Ebből az alkalomból adott interjút Bányai Gábor, a térség országgyűlési képviselője. A Hírling Lovas Központban vagyunk Kiskunhalason, amelyik korábban egy határőr laktanya volt, és ez volt a mondjuk az, hogy sporttörténelmi helyszín a magyar lovasportban is, hisz a határőr lovas edzések itt voltak Kiskunhalason, és számtalan olimpikon származott innét erről a pályáról. 10 évvel ezelőtt kezdtük el a pálya úgymond visszaszerzését, megszerzését az államtól, és először megkaptuk a lovardának a fedett részét, megkaptuk az istállókat és a pályát, meg a lelátókat, és egy nagyszabású tervet gondoltunk el, hogy hogy lehet ezt ilyen nyugat-európai mércével mérve egy klasszikus lovas, illetve közösségi térré fejleszteni, és első lépcsőben még egy infrastruktúrafejlesztés, meg ennek a toronynak, ennek a VIP részének a fejlesztését kezdtük el, és a második lépcső volt ez a CLED és helyi közösségvezérelt közösségi döntéseken alapuló fejlesztés, ami a Kincsemház nevet viseli, ami egy olyan kulturális központ is lesz itt a lovas központban, ahol tényleg bárki bármikor bejöhet a lovasok mellett, a gondozók és a mindenfajta lóban utazó honfitársaink közé, hiszen ez egy a város számára nyitva lesz, itt bejöhet bárki. Emellett, hogy ez az épület megépült, a következő lépcső után már szeretnénk a lelátókat is felújítani, fedetté tenni, mert a nagybágyunk az, hogy felnőjünk a Nemzeti Lovas Központ a Tattelzár mellé, legyünk olyan ügyesek, erősek, mint Bábolna, vagy Mezőhegyes, vagy éppen Szilvásvárd, ahol nagyon komoly lovasport tevékenység folyik. Ez a végső célja ennek a fejlesztési csomagnak, és remények szerint a következő években lesz is rá forrás, akár az államtól, akár a helyi önkormányzattól. Az ünnepséget követően a Magyarságkutató Intézet közreműködésével színpadra állított Szent László a Lovak Király című rockoperát adta elő több száz néző előtt a Nemzeti Lovas Színház társulata. Ez a Szent László legenda, amit azt mondják, akik látták, hogy szenzációs darab. Ezek mégiscsak azt szolgálják, mint minden nemzeti történelmünket bemutató színdarab, film, rockopera, hogy ne felejtsük el a történelmünket, ne felejtsük el, hogy honnét jöttünk, kik vagyunk, mik voltunk, mik akarunk lenni, hisz a jelenben kevés kapaszkodó van a mai világban, és a történelmi személyiségeink, a történelmi eseményeink pont arra jók, hogy egyrészt megismerjük magunkat, és önmagunkat is tisztelve legyünk jó közösségi tagjainak, akár ennek a földrésznek, akár ennek az egész világnak.